kötöttségét a ruhának, meg ilyenek. Dehogy se jó. Hey-ho. Csak röviden gondoltam, beugrok meg közben, megkérdezem, hogy vagy mi van veled. Hát semmi extra, elkészültem meg a suite, és ilyen mindenféle komponenseket lehet majd belevarázsolni, de egy kicsit meg a suite, tehát hogy ebbe ezek a unitoknak hívják a mechanizmban, a unit. Itt mindenféle unitot bele lehet rakni a ruhába, és most azt nézem, hogy van-e benne valami olyan, ami ilyen hasznos. Silk touch unit. Még az finomíthatjuk is az érceket. A ruhán belül nem rossz. Hát, mondjuk vénabányász. A fákat azonnal kivágja, meg a kupac ércet is. Tele. Na jó, de amikor már eddig eljutsz, addigra már olyan fofarmod van, hogy csak na. Ez így van. Felvágni. De mondjuk például az elektronikus légzőegység az nem egy rossz dolog. Mert a víz alatt lehet vele levegőzni. Hát ő van egy pár ilyen hasznos dolog, ami így a játék technológia, tehát a játék szempontjából hasznos. Belerakunk, gondolom ez a sisakba megy, ide bele, azt mondja, hogy azt oda, azt meg ide. És akkor elvileg a víz alatt tudunk lélegezni, megyünk, kipróbáljuk, jól. Az praktikus. Igen, azért mondom, hogy vannak ilyen praktikus dolgok benne, hogy az egyik az, hogy alapból, ha leesek, akkor nem törik ki a bokáját, mert a cipő megvéd. A másik ilyen valószínűleg az, hogy lejövök a víz alá, és nem fogy a buborék, de fogynia kell az áramnak. Hát ilyen minimálisan fogy, igen, de nem gáz. Na, picit. Hát hasznos. Igen, az praktikus. Még azt akarom keresni, hogy van-e valami... Mi az valaki... Isten az a kék forgó? Az mi? Az egy szélerőmű, ami... Az van... Szélerőmű? Ekkor lapátokkal? Asztara? Aha, igen, ekkor, hát én építem. Ez a Create-es szélerőmű, mert hogy egyedül a Create-nek lehet ezzel a Spout nevezetű szarjával tölteni föl vízzel cellát, ami az automata overclocker gyártáshoz kell. Nem mondom, hogy gyorsan tölti, de legalább megcsinálja automatikusan, tehát kiadom neki, és egy idő után elkészül. Tehát, hogy így... Na nézem tovább, hogy inhalation... Aha, mérgezések ellen... Fény... Nem érdekes, nem akarok éjszaka látni. Azt mondja, hogy ez a sugárzást méri. Geiger-Müller számláló, a jetpack unit már rajtam van. Azt mondja, hogy mi ez? Töltéselosztás. Gravitation, igen. Ez a gravitációnak ellenállhatsz, mindegy. Az gondolom ez a magasabb szintű cucc. És igen, Nether Star kell hozzá. Tehát akkor majd ki kell venni a lebegést, mert onnantól kezdve kreatívba röpülsz. Így lazán. Elytra azt mondja, hogy nem tudom mi az. Giroszkópikus stabilizációs egység, ami azt mondja, hogy lehetővé tesz-e felhasználónak, mint hogyha a szilárd területe lenne. Mihez képest? Vagy vizen járunk? Vagy mi? Ez gyorsabban mozgunk a vízben. Aha, ez a futási sebességet és az ugrási távolságot növeli. És kell hozzá... Amúgy nem drága, csak sok ilyen polónium pelé kell, ami lassan készül. Azt se tudom már ezek, hogy micsodák.
Mi, hogy gyorsabban futsz, vagy mi? Nem, ezek a polénium, ez az alkatrészek, tehát hogy ezek Hát ezt közül... ma egész nap ezt csináltam. Oké, most jöttem be, és köszöntem Értem. be. Azt mondja, hogy És ez mennyit maga... bányásztatok már ki? Sokat. Sok varjú ment már le? Azt mondja, hogy ez lefagyasztja a vizet, ahol a Solar Recharging Unit ilyen kéne még nekünk. Az mondjuk biztos jó. Igen, ehhez is ez a polónium kell. A polónium az, ami nagyon lassan készül, mert hogy úgy van, hogy most hagyjuk, hogy hogyan csináltuk meg az üzemanyagot, de van ez a reaktorunk, ami vízből gőz csinál, így... A gőz, de nem az áram miatt csináltam, hanem a nukleáris hulladék miatt, amit egy ilyen szolár neutron aktivátorral átalakítunk folyékony polóniummá, amit utána egy nyomáskamrában vízzel átalakítunk polóniummá. És ez az, ami rohadt lassan gyűlik, mert kevés a nukleáris hulladékunk. Tehát a polónium relatíve kevés, de későbbiekben a töltésvezérlést, meg a napenergia újra töltést, azt valószínűleg érdemes lesz megcsinálni. Tehát és akkor magát tölti újra a ruha. Az meg már jó, nem? Az jól hangzik, igen. Most még az ellenálló képességet akarom a ruhának látni, hogy tudunk-e ezzel már lávában sétálni. Hát meg ha magasról leesel, akkor mi történik, ha elfogy a krafta? Hát akkor ugyanúgy összetörik a bokkát, ha elfogy a kraft. Na jó, de ha a jetpackből kifogy a gáz, attól még energiát lehet a leérkezéshez. De a fuel damage-et azt áramból, az emelkedés meg gázból csinálja. Igen, ezért mondom, hogy csak... Bírja, kegyetlen mennyiségű áram révén a gatya az elég gatya. Passza, hogy sokáig égünk. Szóval kegyetlen gyorsan, ha lávába estem, és iszonyatosan gyorsan ette meg az energiát, de megvédett. Igen, azt láttam. De megvédett. Akkor ne sétálj a lávába, de ha beleesel, akkor meg ki tudsz jönni. Igen. Tehát egy véletlen beleesés esetén ez tök jó. Ha nincs minimum az energiát. Jó, hát most ki kellett próbálni, tudod? Igen. Tehát, hogy hirtelen a cipő, meg a nadrág, hogy derékig elmerültem benne, az úgy így megette az energiát. Uh-huh. Jó, de hát ismerkedek én is ezzel a rucival, mert igazából, hogy mi hozható ki maximálisan a mechanizmak a ruhájából, azt nem tudom, de azt látom, hogy ez az a moduláris ruha, amit amúgy rohadtul lehet szeretni, de idáig eljutni survivalben, úgyhogy a pokolba össze kell szedni dolgokat, az gyilkos. Volt, amit skippeltél? Tessék? Volt, amit skippeltél, kihagytál, és... Nem addoltam. Peacefulba vagyunk, ennyi. Aha. Tehát én ugye a lényeket skippeltem, Cruzamenál lesz. És itt már ezen a szinten van Magnum Torch, vagy ebben nincs ez a módpakban? Van, mindjárt megnézem, hogy... Tehát, hogy el lehet-e oda jutni, hogy peacefulba vagy akkor is, ha nem rakod át, vagy nem? Van valami torch, megatorcs a neve, és... Az lesz az. És igazából nem lekraftolhatatlan. Ó, ez olcsóbb, mint volt. Igen. Hát azért az aranyig el kell jutni. Egy gyémántig, igen. Arany, gyémánt, az kell. Tehát, hogy így körülbelül ennyi. Jó, de nem technika kell hozzá iszonyat sok, hanem bányászni kell idézőjelbe sokat, igen. Azt mondja, hogy... Torture launcher. Igen, de vannak ilyen poénok benne. Nem,
vannak itt mindenféle torcsok egyébként a játékban. De alapvetően ez a megatorcs az, ami a magnum torcs helyett van. Elég sok mindenből elkészíthető, tehát egy bármilyen faanyag, egy blokknyi arany, meg egy két gyémánt. Tehát, hogy már telibe rakhatnánk a környéket. Nyilván, de ez a játék elején hogyan néz ki a megatorcs? Hát itt mutatja, látod. Igazából így semmi, egy ilyen vastagabb torcs. Igen, ugyanaz a torcs, csak mintha négy pici torcsot egymás mellé tennél. De ugyanúgy egy torcsnak a közepét, vagy egy blokknak a közepét foglalja el. Igen. Na, visszatöltöttük a gatyát. A régihez talán 9 gyémánt kellett, ha jól emlékszem, mert kellett valami ilyen kandeláber, amiből 3, és abból kellett 3. Jó, hát ez ebben változik. És talán azt hiszem az 50 blokkot fedett le? Azt akarom megnézni, hogy mennyi hidrogént lehet ebbe belepumpálni, mert nem mutatja a hidrogén szintjét úgy, mint a sima jetpack. 48, tehát hogy kétszer annyit, azt hiszem. Jó, hát... Nem mutatja. Nem mutatja, én nem látom sehol. Eddig bal alul mutatta. Az energiaszinteket mutatja bal fölül? Igen, gondolom. Én úgy látom, hogy energiaszinteket bal fölül, égtájat bal alul, jobb alul valami. Azt én nem látom, mert te ott vagy. Jobb alul valami van 100%-on, de hogy micsoda, a, mondjuk... Lehet, hogy az a jetpack. Hát mennyi... Valószínű. A. Most 99%. Igen. Jobb hát, alul, jó, mutatja, mutatja, ilyen nagyon halvány. Uh-huh. Oké. Okay. Na mekkora bázis, mutass, repülj egyet föl, hogy milyen. Felülnézetből a terület. Hát most úgy van, hogy ugye van folyamatosan a akvári, amiből úgy látom, hogy nagyjából 3 fullos, vagy 4 fullosat lefuttattam. Kb. Tehát, hogy a akvári az 4 fullos. Igazából véve egy darab kvari területén megcsináltam a mechanizmnak a teljes technikáját, emerendszerestől, erőművekkel, plusz energiaforrásokkal, mindennel. Mellette van egy ilyen farmolósabb terület, ami, ahol a farmok vannak, meg az ilyen dolgok. Igen, azt látom. Ugye ott mi az a falu... Isten van ott a falu mögött, az mi az a kőépület, vagy az is a faluhoz tartozik? Az a főépülete a falunak. Értem. Oké. Okay. Tehát, hogy van a falu, de az ugye egy teljesen külön dolog. A farmok, a normál farmok, alapvetően félig kreatívban lehet már nyomulni. Uh-huh. Hát igen, innentől ez az alapanyag, meg az alapanyag termelés, ami kell, még ezek a... Ez Big Reaktor, ugye? Ez a... Mi? Ezek a reaktorok itt annak a modnak a részei. Nem Big Reaktor az. Nem? Extrém Reaktor. Extrém Reaktor. Az azért lényeges, mert az Extrém Reaktorból van a Basic, meg van az Advanced. Az Advanced az 37-es dimenzióig megy, a Reinforced, vagy mi a tököm. A Basic meg maximum 5-ös dimenzióig tud elmenni. Ja igen, ez amit a legelején néztél. Vagy benéztél, vagy hogy mondjam. Hát igen. Hogy ott meg nem volt meg az info, igen. Úgyhogy alapvetően és hát ez a Fischer reaktorban minél több izét tudok termelni, minél több vizet tudok bele termelni, annál több áramot tudok előállítani a turbinával. Tehát a turbinának még nem tudom, hogy mi a maximuma nagyjából. A Fischer reaktornál állítható a állítható az, hogy milyen arányba fogyassza el a vizet. És rohadt hangos, így zúg. Nem hallom a játékot, várj, mindjárt kapcsolom.
Jó, hát mindegy, de azért mondom, hogy rohadt hangos. És igazából semmi más nem csinál, mint gőzt, meg nukleáris hulladékot. És mi a nukleáris hulladék miatt csináltuk az egészet, de ahhoz, hogy ehhez a szarhoz megcsináld a nyers az üzemanyagot, ahhoz ilyen kémia órákat kellett venni. Tehát, hogy jó pár gépen keresztül végig kellett menni a gépekkel, és alapvetően mindezt azért, hogy legyen ilyen polónium pele, vagy mi a tököm. A másik ilyen kémia órás balhé volt az, amit csinálja nekünk ezt a HDPE ilyen megerősített anyagot. Az volt a másik ilyen szopás. A tornyokat meg azért kellett lerakni ma, mert hogy ebből készítjük el a lítiumot. Akkor a lítiumot szilárd lítium formában kellett rendelkezésünkre bocsájtani. Most már tele van a rendszer egyébként, mert hogy a lítiumot nem pumpoltam bele a rendszerbe. Igazából kellett 16 darab lítium, és egyébként másra nem nagyon tudom, hogy mire használunk még lítiumot. De az, hogy ilyen szilárdgáz, folyékony, sósvíz, stb. Ezért most megnézem, hogy a lítiumot lehet használni ezekhez az alapszintű energiatárolókhoz, vissza lehet alakítani, és csá. Igazából véve indukciós cella, meg indukciós provider, ami nem tudom mire való. Külön, hát gondolom ilyen a crafting alapanyagok. Úgyhogy a mai napon igazából ezt a polóniumot csináltuk meg, mert hogy már ment a Fischer reaktor, a polóniumot csináltuk meg a nukleáris hulladék tárolással, a lítiumot csináltuk meg, azzal kezdtük, hogy volt itt egy ilyen reakciós kamránk, amivel nem tudtunk mit kezdeni, nem bírtam bekonfigurálni sehogy az oldalait. Aztán rájöttem, hogy azért, mert rossz folyadékot akarok beleküldeni. Úgyhogy még a folyadékot így gyorsan át kellett alakítani. Megcsináltuk a lítiumot, megcsináltuk a polóniumot, és ezzel eljutottunk oda, hogy össze tudtuk rakni a ruhát. És most, ahogy jön a polónium, úgy bele tudjuk tenni egyébként. Nem is tudom, mennyi van. Már megint van egy darab az emerendszerbe. Tehát, hogy ahogy majd jövöget a polónium, úgy a modulokat bele tudjuk tenni szép komótosan. Illetve megtanultunk napelemet gyártani, de azt nem automatizáltan, hanem ilyen félautomatán, hogy ezért, tehát, hogy én is ilyen folyamatosan csináltam most a technikát ma. De igazából azzal, hogy most már üthetetlenek vagyunk kb. Már hogy amíg energia van a ruhába, amíg az energia feltöltését megoldjuk a ruhában, akkor utána így nagyjából így kreatív mód van. Tehát, hogy még hidrogént nem gyártunk a ruhába, egyedül a jetpack hidrogénje az, amit néha töltögetni kell. És így körülbelül ennyi. Hát nagyjából fullos a rendszer. És hát nyilvánvalóan szabadon bővíthető. Az extrém reaktorok maxon mennek, de most csak így mondom, hogy tehát, hogy így összehasonlítás véget, hogy itt van egy reaktor, és ez termel 3,26 kiloeff-et. Talán ez egy nagyobb reaktor, ez négyet. Mondjuk, egy hangyafasszal nagyobb reaktor. És ehhez képest a turbinánk, ami megy folyamatosan, az 17-et. Aha. És igazából véve, amit nekem le kell ahhoz craftolnom, hogy ez jobb legyen, az ilyen Fischer reaktor port, mechanical pipe-ból van-e még E-Lite-ból még van elég, meg elektromos pumpa, kis áramvezeték, tehát vizet, ha több vizet tudok belepumpálni,
akkor tudom növelni még ezt jócskán, és brutálisan. Effektíve csak kraftolgatni kell a pumpákat meg a csöveket, és minél több vizet bírok bele nyomni ebbe a rendszerbe, annál magasabbra tehettem, annál gyorsabban termel áramot meg polóniumot. Tehát az ilyen, ha azt érezném, hogy elfogy az áram, tudod, de nem igazán fogy el az áram. Tehát az energy cube-ok, meg ilyenek, tehát hogy itt még lehet kényelmesebbé tenni a dolgokat, de ha már víz alatt lélegzel és repülni tudsz, és nem vagy megüthető, az már úgy nagyjából jó a Minecraftban, nem? Hát az már elég nagy segítség, igen. Hát azzal nagyjából elérted azt, hogy OP vagy, és innentől kezdve tök mindegy, hogy mi van most. Lerakhatok még ilyen torcsokat, hogy körülöttünk utána a külső körben spónoljanak lények, vagy végtelen mértékig fejleszthető a falu, de ez ilyen fanolás kérdése. Bőven. Erősebb mechanika pipe kellene rájuk, mert a kúcsövek kevesebbet szállítanak, mint amit a pumpa szív. Ezt én inkább csak elhiszem. Én szerintem pedig nem. Én szerintem a pumpában egy deka víz nincsen, és fullosan elszállítja. Tehát a pumpa, a négy pumpát elbírja az egy cső. És minden pumpában természetesen benne van a speed upgrade-ből a 8 darab, meg az energia upgrade is. Tehát, hogy így én szerintem nem kell erősebb csövet gyártani neki. Hol a szűk keresztmetszet? Több pumpa, több víz, nincsen szűk keresztmetszet. Yeah. Nincsen szükség arra, hogy most azonnal, de rögtön extrém sebességgel gyártsunk polóniumot, azért, hogy mit tudom én, föltöltsük a gatyaszt. Nincsen szűk keresztmetszet, tehát hogy a következő majd maximum annyi, hogy a kvarit átrakom, de igazából véve azt is csak azért rakjuk át a kvarit, hogy folyamatosan legyen nyersanyagunk, nincsen ezzel problémánk. Tehát, hogy itt a kvari most eléggé lem van, de még nem a legmélyén, bőven nem a legalján van egyébként. Aha. És a kvariban nem tehető be több overclocker. Az mondjuk érdekes. Itt a kvariban már kipróbáltuk, hogy 4 stack a maximum, amit overclockerből elbír. De... Aha. Tehát fúra vágott árammal, 4 stack overclocker, és hogyha ezért lejjebb veszem, tehát ha kiveszem a transformert, akkor meg a kvari kap túl sok áramot. Tehát felrobbanthatjuk a kvarinkat tulajdonképpen. Ja, értem. Tehát magyarul ki van maxolva a kvari is, hogy milyen tempóba szed. Most... És ebbe az a másik fajta mining nincs benne, az a lézeres. De benne van a digital miner, benne van, ami csak az érceket szedi ki. Nem is nézegettem mostanában a ezért. Nem is nézegettem mostanában, hogy ezek bányásznak-e, meg kapnak-e elég áramot, mert nem nagyon érdeklődtem iránta. Mert tippre mondom, hogy bányásznak és kapnak elég áramot. Hát igen, csinálja a dolgát. Szedi a cuccot, valamilyen sebességgel. Nincsenek overclockok. Gyors. Nem gyors, de nincsen benne overclocker, de nem is volt. Tehát, hogy van egy másik is a másik irányba, és igazából véve a quarry volt a hatékonyabb megoldás. Hát az energia előállíthatóságában. Hát igaz, az a
szolárpanelek, ezek a HV szolárpanelek, ezek nagyon durvák. Úgyhogy igazából azért mondom, hogy a bányászat és energiatermelés tekintetében a szükségeset megcsináltuk, de nem tudjuk jobban kihúzni az egy kvarit, de természetesen tudnánk üzemeltetni kettőt, hármat, négyet. A fafarm az termeli a szenet, mert igazából az van, hogy a szénből tudunk gyémántot kraftolni bármikor. Szanaszét vannak boostolva az égépek is. Ezek a macerátor, meg kompresszor, ezekben is tele van overclockerrel. Mondjuk nem tudom, hogy miért akar obszidiánt macerálni a macerátor, de mindegy. Hogy maceráljon valamit. Jó van. De tehát, hogy azért mondom, hogy így összességében el lehet mondani, hogy ezért fullon vagyunk minden tekintetben, és nem nagyon fogyunk el. Ha kell, akkor lekraftolja a rendszer automatikusan. Amiben lehetett gyorsításokat belerakni, és volt értelme, azok ugye mindenhol már ezébe vannak, ilyen fullosba vannak a mechanizmban is. Tehát, hogy aminél számított ez egyáltalán, hogy mi is van, hogy is van. Nyilván a környezet nincsen kicicamázva, mert én játszottam. Igen, jó, ezt ismerjük persze. Hát így nagyjából e köré lehetne most felhúzni a hangárt. Tehát, hogy ez az a történet, ami köré Az felhúzza. jól nézett ki, az amit egyszer játszottunk, az a map, az jól nézett ki egyébként, ahol a mini blokkok voltak. Itt is vannak. Épületileg az faintos volt. Nem, tehát azért mondom, hogy alapvetően a modban a technikai oldalt, azt nyilván full Applied Energy Sticks-ünk van mindenestől, autocrafting-gal, meg amivel nem szégyeljük. Azt nem értem, hogy a... Ja, ez kaktusz farmol, jó. Szerintem megállítom én ezt a kaktusz farmolást, most már nem fog kelleni. Zöld színező anyag miatt csináltuk. A másik meg krumplit farmol, ami hasonlóan nagyon-nagyon-nagyon nem fontos már. Jó. Tehát, hogy így egyébként a Create az egy nagyon, nagyon jól sikerült mód, tehát hogy az nekem nagyon tetszik, ez a pörgő, arató, futószalagozó, azt várjál, ott meg tudom mutatni neked, hogy van, ahol a Create-et arra használhatom. Aztán persze az más kérdés, hogy az mennyire hatékony, tehát hogy itt még van hova maxolni a dolgokat. De az a lényeg, hogy ugye ebben vannak fogaskerekek, vannak futószalagok, és a futószalag, ha függőlegesen fut, akkor az hajtásszín lesz ugyanúgy. És ezért egy bajunk volt vele, hogy nagyon-nagyon a pumpáját nagyon-nagyon lassan hajtjuk meg jelenleg. Ennek is van mindenféle motor, gőz, lófaszom, tehát lehetne ezt gyorsabban forgatni. De a pumpáját jelenleg nagyon lassan hajtjuk meg, és ezért rá kellett raknunk ezt a sziklikes kábelt, holott sokkal jobban néz ki a saját vízcsőbe, és hát ez, amit meghajtunk itt fogaskerékkel, ez meg a víz pumpája. Aha. Ez viccesen néz ki. Igen, nem, tehát azért mondom, hogy a Create-ben még nagyon sok van benne, de van, amikor iszonyatosan lassú. Viszont a Create-tel önmagában már egy alap Minecraft-ban elképesztő vicces dolgokat lehet megcsinálni, és kb. Mindent meg lehet csinálni egyébként benne, amit a modos Minecraft-ban, tehát hogy ilyen macerálás és egyebek, csak győzd megépíteni azt a rengeteg szerkentyűt,
Ezért, tehát, hogy ugyanúgy tud, például itt jól látszik, hogy sima alap Minecraftos dobozra, ha hogyha futószalagot teszel elé, és elé meg berakod ezt a funnel nevezetű cuccot, akkor ez kimenetként és bemenetként is tud funkcionálni a rendszerben. Ezt mindjárt tudom neked így mutatni, hogy nem tudom, hogy hogy lehet gyorsítani a create-et, mert overclocker gyártunk. Csináljál egy 20 darab overclockert, mert akkor elkezd dolgozni ott az a cucc. Tehát, hogy itt lehet látni, hogy az Eme rendszer berakja a dobozba ugye a cellákat, és elkezdi az overclockerhez töltögetni ezt a vizes cuccot. A saját pumpája nem tudta olyan tempóba föltölteni a fölötte lévő víztöltő spout nevezetű valamit, hogy az ellássa olyan tempóban a futószalagon a cuccot, ahogy jön ki belőle jön ki De ez belőle jó pofán néz ki. a Ezek a de, nagy gírek, ezek jól néznek. Ez ilyen steampunkos kicsit. nagyon steampunkos, nem kicsit, nagyon steampunkos, és direkt ilyenre van megcsinálva, tehát De jól néz ki, ahogy bemegy az item oda, és megmozdulnak a lamellák, igen, hogy meg mik amikor ezek. kijön, akkor is elvileg. Tehát azért mondom, hogy Aha, iszonyatosan tökéletes. dizájnosan meg van csinálva ez a create mód az, amit én a nagy felfedezésnek gondolok ebben a gameplayben. Mert azt, hogy most hány száz darab gépen keresztül csinálunk atom, vagy mi ez, ilyen fission, nem is tudom, hogy a fission, mert ez nem fúziós, hanem mi az a fission magyarul. Nem tudom. De, Sem tehát, nem hogy tudom. azért mondom, hogy a reaktort most, hogy hogyan látod el, meg ezt mind azért csináltam, csak hogy legyen ez a polóniumom, hogy megcsinálhassuk a játék legerősebb ruháját, mert az most éppen ezt tűztem ki Mert ez célul. kellett. Mert ezt tűztem ki célul, mert valamit ki kell egy sandbox játékba tűzni célul. Ez így van. Úgyhogy, ja, hát azt majd, ezen majd fogunk dolgozni, ezen a vizes blokkon még valamikor. Az Jó van, de biztos. figyelj, tök jó, hadsz, és ez a kreatívos mód, ez meg, vagy mi nem tudom, mi a neve, ez meg tök jó, ez a fogaskerekes. Jó van, figyelj, köszönöm, hogy megmutattad, viszont megyek, meg Erkőc megjelent mellettem. Jó van. Úgyhogy megyek, aztán majd akkor beszélünk meg jó játékot. Oké, hát De tök jó. én is itt most itt ezért próbálom összeszedni a gondolataimat, hogy mi mindent csináltunk itt ahova. Jól van, na vigyázz magadra. Oké, szia-szia! Ciao, ciao. Jó, hát itt a faluban elmókolnak a fiatok. Itt azt hiszem kiadtunk egy építkezést, és azt még lehet menedzselni, hogy mi a tököm hiányzik hozzá, már azon túl, hogy éjszaka van, és éjszaka nem dolgozik. Ez kizárta be az ajtómat. Tehát most lehet megnézni, hogy a Zsaninak milyen igényei vannak, mert ő meg éttermet akart építeni. Jó, hát itt ilyen jó. Megállunk az Eme rendszernél, ott lekraftolunk mindent is. Hogy a Zsani is egy kicsit építkezzen, mert nehogy már, hogy a falu ne haladjon ebben az adásban semennyit. Azt mondja, hogy log. És oak logból kellett neki mintegy két stack, aztán furnace, adunk neki néhány kemencét is, ez nem kell, hogy nálunk legyen, de jobbra föl fogom tenni a dolgokat, ami kell ahhoz, hogy csináljon dolgokat. Elég sok minden van az inventoringba, és ebből nem nagyon van sok fölösleges, amikor technikáztunk. Persze utána lehet nézni a create-nek, meg abba is lehet mindenféle mozgó járműveket csinálni, meg ilyen dolgok. Oak slab. Oak slabet is adunk neki. Aztán cobblestone lépcső.
Teljesen el lesz tőlünk alélva, Zsani, hogy mi mindent kap tőlünk. Oké. Framed oaked plankből. Jó, azt mindjárt megcsináljuk, és normál 67 oak stair. Egy stack. Meg egy kicsi. Jó. Oda megyünk Zsanihoz, és odaadjuk neki, amit. Ezeket így odaadjuk neki, hogy elkezdje beépítgetni. Még nem mindent érzékelt ebből, ahogy elnézem. Dani! Tikkelj egyet! Na most azért úgy valamit érzékelt a dologból, hogy mi van nála. Nincs is kérés most éppen. Igen, és elkezdi a munkát a pékségen, ami... Ilyenkor azt szokta csinálni, hogy föl lerohangászik, de talán most lapátolni megy. A pékséget, ha megcsinálja magának, és lesz egy pékünk, akkor utána tudunk csinálni majd egy éttermet nekik, és akkor megetetik végre magukat, amitől olyan boldogabbak lesznek, remélhetőleg. De mondjuk tudjátok, hogy mit csinál néha ez a tyúk. Na, az a lényeg, hogy hát így Zsani dolgozik. Nem, Zsani elment valahova. Zsani miért nem dolgozik? Fogadjunk, hogy megint elkezdi ezt a kibejárkálást. Gondolom én, hogy kibe pakol, járkál, tesz-vesz. Vagy kraftol? Nem, kezdi a kibejárkálást. Jó, hát igen, tudjuk, hogy Zsani az nem a legélesebb kés a fiókban ebből a szempontból. Szerintem eljött az ideje ez a játék egyik legfontosabb elemének, a gyújtogatásnak. Azt mondja, hogy kell egy kis flint and steel, azzal lehet gyújtogatni. És fel fogjuk gyújtani ezt itt. Megnézzük, hogy végig terjed-e a... Nem mondod, hogy a Wool fölfelé nem terjesztette ki a tüzet. Jó, azt, hogy hamu maradott, azt értem. De hogy nem terjed a tűz, azt nem... Na, azért. Reméltem, hogy végig tud égni a rendszer. Jó, hát ott hullik a hamu. Oké. Az normális. Szépen leég az egész, és lehullik a hamu. Ami egyébként vicces, hogy ott hullik a hamu. Végül égés után maradt hamu. Szóval, hogy ennyi volt kajak ez a modpak? Nem, hát azért mondom, hogy még egy pár dolgot ki lehet benne próbálni, de... Hát úgy kezd elfogyni a lehetőség, hogy mit próbálgassák ki a modpakban. Az úgy elfogy. Ebben nem lesz több, szerintem. Nagyon rá vagytok, ti kattamva erre a Mining Dimensionre, nem tudom miért egyébként.
Teljesen fölösleges a bányász dimenziót. Ezért, ja, hogy eloltja a leeső hamu a tüzet. Igen, az logikus. Szóval a bányász dimenzió, amiben ugye ugyanúgy voltunk lent, azt hiszem. Nem, a falut nem égettem fel azért, na. Az micsoda? Hamu. Mire használható a hamu? Aha, szappant lehet belőle csinálni, ez fontos. Hamutéglát lehet belőle csinálni, amivel plastbrikket, esbrikket, köln, aha, köln is, a kölnhöz kell az immersive engineering. Igen, még az immersive engineeringet meg se fogtuk, tehát hogy így hozzá se nyúltunk az immersive engineeringgel. Aha, lapáttal kéne felszedni. A lapátunk egy kicsit OP. A Mining Dimension az a Just Another Mining Dimension című modnak a része, és alapvetően egy sík területet ad nekünk, amiben nagyjából nincs semmi. Ez 61. 61, 8, minusz 61, minusz 82. Ad egy ilyen full sík területet, amiben elvileg bányászni is lehet. Minden terület bányász dimenzió. Akkor itt vannak ilyen ércek a földben. Ennyi. Bányász dimenzió. Elvileg itt is lehet bányászni, ha nem akarod csúnyára szétverni a világodat. Jó, hát ez ennyi. Tehát, hogy a bányász dimenzióra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a normál világra. Ha visszalát fát meg vizet, akkor ott is lesz. Ugyanúgy spónolhatnak benne, gondolom én, lények. Bár mondjuk nem láttunk túl sok állatot. Hát lehet, hogy az nem spónol. Lehet, hogy állatok nem spónolnak ezen. Azt nem láttam, hogy... Annak pedig kéne. Nap. A nap mindig fönn van. Tehát ez egy örök nappal. Igazából véve itt is lehetne jól lakni. Építkezni. Hát ugye van az ember rendszernek a... ezért. Én jobb klikkeltem, most nem googoltam. Hát én jobb klikkeltem a kapura üres kézzel, és akkor így átment egyik oldalról a másikba. Igen, mindig nappal van, nem spónolnak a lények, és bányászhat benne. Hogy sűrűbb vagy nem sűrűbb, azt nem tudom a spónolás, de az biztos, hogy... Ja, hogy amit te mondasz, az még egy hét 10 volt. Hát jó, hát az 1 hét 10-nek már azt hiszem kicsit azt lehet mondani, hogy abittos. Ettől függetlenül én az 1 hét 10-es korszakot szerettem a Minecraft-ba persze a legjobban, de valószínűleg azért, mert abban tevékenykedtem a legtöbbet. Nem tudjuk, hogy melyik verziót mondják a legjobban modolhatónak. Igazából minden verzió modolható, de ugye az 1.7.10 volt az, ami a leghosszabb ideig volt Minecraft alapverzióként. Tehát nagyon sokáig arra lett modolva minden. És
Hát úgy kijelenthetjük, hogy relatíve mindent is modoltak 1-7-10-re, tehát minden, ami már most látható, mert most ugye a sorszámozás is már megváltozott, de minden, ami most látható így az egészből, az tulajdonképpen tulajdonképpen ezeknek a továbbfejlesztett dolga. Amiben fejlődött a Minecraft, tehát én ezért mondtam azt, hogy szerintem a Create az nagyon jó, hogy ezek a mozgó dolgok, nem tudom, hogy volt-e 1-7-10-re de igazából nincs jelentősége, mert ugye a Minecraft, mivel mindenkinek megvan, ezért fogja magát, azt belogol a Mojangból migrált Microsoft fiókjával, és ugyanúgy játszhatod a modpakokat a Feed the Beast launcheren keresztül, ami úgy szintén megváltozott, tehát hogy minden megváltozott a régihez képest, ami az 1.7.10-ben volt. A Minecraft autentikációja, nyilván a tulajdonosa az a Microsoft, és közben pedig megváltozott az is, hogy milyen lett, tehát hogy milyen lett maga az alapjáték. Tehát, hogy azért én nem emlékszek arra, hogy 1.7.10-ben mit a jegesmedvék lettek volna. Mi az, hogy Feed the Beast Launcher nincsen, hanem ez a Fos Curse Forge-on. El kell keserítselek, van Feed the Beast Launcher. No, innen fogjuk folytatni, az biztos. És úgy van, nekem a Feed the Beast Launcher az Overwolf-on keresztül fut. És van. Az más történet, hogy néhány beállítást eszközölni kell az Overwolf-on, különben agyonütöd a készítőjét, aki így beállította, de létezik. Tehát a Feed the Beast Launcher Overwolf-on keresztül létezik, és Feed the Beast Launcher-rel indítottam el a Direwolf 20-at. A Multi MC-t használsz, az nem tudom, mi az a Multi MC. Igazából véve az van, hogy hát nyilván a Feed the Beast Launcher az él és élni is fog, de egy csomó esetben ezek a launcherek, ezek ugye csak könnyítik a munkát, minden letölthető, nem mutat már semmilyen modpakkot. Azt mondja, hogy az a baj, ki kéne lőnöm a Minecraftot ahhoz, hogy elmondjam neked, hogy simán mutatja a modpakkokat, meg mindent neked. De ez nem CurseForge, ez Feed the Beast app, ami az Overwolf-on belül fut. Tehát az Overwolf a keretrendszer, abban megírták az appot, és azon belül vannak a Feed the Beast-es modpakkok. A CurseForge az nem az lett az Overwolf, talán. Szerintem. Ja, mindjárt rákeresek, ha sikerül megnyitnom egy weboldalt. Éppen nem sikerül. De normálba, én úgy tudom, hogy én nem nyit meg egy weboldalt a Google. Hú, de utállak Firefox néha. Néha nagyon utálom a Firefoxot. Miért nem akarja megnyitni? Na, CurseForge. Fölmegyek. És CurseForge app. Ez van valami CurseForge app, de ebben még World of Warcraft is van, ha jól látom. Jó, ja, hát a CurseForge-nak valami külön appja van, de tök mindegy, mert én most egy olyan Minecraft verziót kerestem, vagy egy olyan mod verziót kerestem, amivel így nagyjából így el lehet lazulni. Tehát így nem akartam magam azért durván szopatni, ma így is volt benne szívás, de nem akartam magam durván szopatni, mert úgy voltam vele, hogy egy olyan verziót akarok játszani,
amivel egy picit vissza lehet rázódni így a Minecraftozás világába. És nem is nézegettem nagyon, hogy mi hogy van, mert azt tudtuk, hogy egy Dire Wolf, ezt a Curse Forge, ez elromlott. Két lehet, hogy benne lennének a Feed the Beast, de hogy ne, miért ne lennének benne? Nem értelek. Na várjál, figyelj, megpróbálom ezt megoldani, hogy így lássátok mögöttem, hogy mi van, csak akkor ebből ki kell lépnem. És akkor visszakapom a Feed the Beast appot, amit viszont az OBS-be be tudok tanítani, hogy vegye föl azt, és Feed the Beast app, igen, ez meg itt automatic game capture-t akar, nekem nem. Na, itt van mögöttem egy Feed the Beast app, és akkor ezt a Feed the Beast appot most kiteszem nektek full screenbe, hogy lássátok, hogy hogy néz ki. Tehát, hogy van ez a Feed the Beast app, és akkor ugye nekem most ez a Dire Wolf-on van föltelepítve, mondjuk háromszor sikerült, de mindegy. És akkor itt vannak a kiemelt modpakkok önmagába. Teljes a saját könyvtárunk, lehet benne böngészgetni, elég sok modpak van benne, tényleg nagyon sok. És akkor ki lehet benne választani, hogy milyen modpakot akarunk. Van felfedezés, de a felfedezésnél ajánlgat ő maga modpakkokat, meg ilyen videók alapján, ahogy elnézem. Van egy ilyen, hogy hírek, hogy mik az újdonságok, meg ugye van egy beállítás, ahol be lehet állítani a különböző dolgokat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy van benne, de ezek vannak a kiemelt modpakkok, meg ezentúl vannak a mindenféle modpakkok, és akkor itt a mindenféle setupokkal van Feed the Beast Ultimate ugyanúgy, és akkor itt lehet látni a verzió számokat, hogy jó, a Dire Wolf az 1.18.2-re ment most, de van, ahol jelezve van, hogy mik vannak. Itt van mindenféle, tényleg mindenféle akadémia, hogyha valaki nem tudja, hogy a modok hogy működnek, vagy mi van, akkor ez egy ilyen küldetéseken keresztül átvezet, és a küldetéseken keresztül elvileg megmutatja, hogy melyik mód hogy működik, vagy legalábbis megpróbál rávezetni. Aztán van itt például a Feed the Beast Cotton, nem tudom, hogy mi ez Feed the Beast, mágikus technológiai, kicsi, könnyed, tehát könnyű, tehát hogyha gyengébb géped van, akkor ugye az alap Vanilla Minecraft is benne van a történetben, de van itt aztán tényleg annyi, mint az állat, ugye a Jogcraftosok is ide rakják föl, van nekik egy full tech-es, de itt már 1-4-7 van, tehát hogy van itt Feed the Beast Mage Tech 1-7-10-re is, tehát még arra is csinálnak modpakkot. Érdemes odafigyelni arra, hogy hogy milyen verzióban akarsz a Minecraft-ba játszani, és akkor azzal lehet, most itt azt nézem, hogyha az 1.18.2-re kattintok, mint keresőszó, akkor ki fogja dobálni az 1.18.2-re például még relatíve kevés modpak van, és ez csak egy launcher. Tehát, hogy így ezen túl még simán lehet, hogy van egy csomó más launcher, mert kb. Bárki csinálhat launchert, aki kicsit tud programozni. Az van, hogy az új autentikációnak kell megfelelni a programnak, és nem mindenki, én se akartam már ebbe belemenni. Na úgyhogy azért mondom, hogy így ebből szerintem látható, hogy mi a helyzet. De, tehát, hogy így létezik a Feed the Beast app, mint olyan, és akkor azzal így összességében lehet így nyomulni. Na, viszont én megköszönöm mindenkinek a figyelmét, örülök, hogy itt voltatok velem, és még innen fogjuk folytatni legközelebb, tehát, hogy még azért nekem van egy pár ötletem, hogy a falut azt akarom még menedzselgetni, szeretném látni, ahogy önműködővé válik,
nem kell állandóan bevinni mindent is. Tehát nem hagytuk abba a sorozatot, mindenki nyugodjon le a picsába. Úgyhogy innen folytatjuk ezt a sorozatot, a falut akarom menedzselni, annak a Fisher reaktornak egy kicsit több vizet akarok adni, öntöltővé akarom tenni a ruhámat, úgyhogy ja, nem kell aggódni, a legközelebb érkezünk, innen fogjuk indítani a történetet. Azt mondja, hogy a 8x8 csánk helyett a Mind Colonist modnak megcsinálhatom. Biztos nem. Az teljesen felejtős, hogy én ennyi csánkot csináljak a kolonistáknak, majd ők majd lapátolnak maguknak. Na, további kellemes vasárnap délután estét kívánok mindenkinek, hogyha valaki esetleg nem tudná, akkor vannak így filmek, amik így megjelentek, úgyhogy menjetek filmet nézni, kulturálódjatok. Sziasztok! Ja, a bőfike nincsen a végére, mert nincsen itt velünk a Dementor. És én meg nem vagyok olyan könnyen böfögös. Hát ez van.